Oh, mommy, mommy blue. Oh, mommy blue. Oh, mommy, mommy, mommy. Oh, to make you mental. Oh, mommy. Da 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 da. Oh, mommy, mommy blue. Oh, mami, mami, blue. Jöjjön, mi lett volna? Jöjjön, mi lett volna? Mondjad, édesem. Még mi lett volna, megtanultam volna rendesen énekelni. Jó, szítassalak, amikor én nem tudok énekelni. Hát, megtanultam volna rendesen, tudod, mi lett volna a világsztár. Na, így is az vagyok, kicsi. Hát, messze van tőle, de csak szeretnénk. Én is világsztár vagyok. Hát még ilyenben nem volt részem, hogy ilyen lagziban én ott részt vehessek, meg hogy Győzi ott tevékenykedik majd ebbe a lagziban. Szevasztok! Sziasztok, jó napot! Csókolom, szervuszok! Én nagyon-nagyon szeretek menni kéretni. Azt, mikor elmegyünk kéretni a mennyasszonyt, tehát külön sztori, külön egy élmény. Felbecsülhetetlen kincs van nála, ki tudom Isten Gyerünk! Gyerünk, uram! Felöltözik a kisfiú? Felöltözik a kisfiam? Kisfiam felöltözik. Zsolti, ez a baj, hogy te nem érted ezt a hagyomat! Hé, Zsoltikám, ne magázzál, gyere! Na, Zsolti, ne tűnj ezt a hagyomat! Nálunk búcsok az, hogy egyszer öltözik a vőt. De Zsolti, nem! Zsoltinál szokás ez. Zsolti nem cigó. Zsolti más a szokás. Tudja, ki csinálta a Győzi, ki tudja, onnan hozta ezt a nyom. Hát, ezzel el lehet gondolkozni, azért ki kell boncolgatni. Zsolti, nem így van. Elmünk kéretni, ma voltunk kéretni, most átöltözik a vőlegény, és utána... Ezt is furcsa hallottam, hogy a mennyasszony nem fehér van. Majd lesz fehér. Hogy legyen, majd most lesz fehér van, mikor is koronázzak, meg mit kell koronázni. Zsolti, azért kérdezlek titeket. Ő kapja a bokrítát, ő megadja a koronát. Így, ahogy a Győző mondja. Ti nem gyanázom, de jó, elnézést kérek. Meg kell tanulnod. Nem baj, majd most már gyanázni fogod. Az van az egész. Életén tőled kell, hogy hát legyél a... Én nem is tudom, hogy a saját fajod-e vagy sem. Nem, nem cigány, gacsó. Azt mondja anyát, hogy én nem vagyok cigány. Ha nem is vagy. Hát nem. Ha nem is vagy cigány. Meg leszek sértőd, anyát, azt mondja, nem vagyok cigány, te. Hát lehet, hogy... Ha pedig egy helyről jöttünk. Nem biztos, az ezek után ma. Egy helyen szoptunk morra. Ő mindig került ezeket a hagyományokat, ő nem járt lagziba, ha meg is hívták őt, ő nem jött el ilyen helyre, mert őnek ez túl macs volt. Zsolt nem roma, Zsolt igazsúsan neveli a gyerekeket is, otthon a feleségével is, ők nem úgy élnek, mint mi Harsanyan, Dzsukelan, ők ilyen visszafogottan élnek. Na, következő, a semmihez nem nyúlunk babonából, következő, ha a cipőt azt fölvette, ki kéne tűrni a dolgot, és fele kéne rakni az inget, jó? Szépen, igen. Segítesz, jó? Jó, igen. Mert a vőlegény ez nem nyúlhat az inkhez, meg semmi ruhához, mert babonából, amit ez úgy szokás. Jó, de vágod ezt egy. Figyelj majd, rakom a berendesen itt nekem, légy szíves, jó? Nagyon-nagyon meg voltam elégedve, mert egy olyan ruhát terveztetett magának az vőlegény, ami tiszta Győz is volt. Itt még egy picit megtörölünk, így. Ez igen. De ilyenkor szoktam irigyleni, hogy még egyszer elvenném be. Nagyon szép, ez gyönyörű. Győz, nagyon komoly, mi? Szép. Szép, gyere Győző, megnézzük azt, megkóstolom, hogy milyen az ízek itt, olyanok, mint nálnak. Az a baj Zsoltna, hogy tényleg őt még meg kell tanítani etiketre. Nagyon meg kell tanítani nekem etiketre, mert nem szabad sok minden, de szabad is sok minden, de ő berohan, azt teszik. Jó, no, csak gyere! Nagyon szépen megkérlek, drága testvérem. Én nagyon szépen be foglak jelenteni itten 300 ember előtt. Köszönjük szépen! És mindent megfogok, minden tiszteletet megadok neked. És arra kérek szépen, hogy a maximumot hozd ki belőle. Megoldjuk. Hallottam, mit mondott az öreg cigány? Akkor ezt nyomlő! Ezt nyomlő te! Ezt kell, de nézd majd! Nálunk ma nem így csinálják, ma uniósok vagyunk. Nálunk ma csinálják. Dűszer! De ez így jobb.
ez a minden, hogy ő mindenben ott legyen, toppol legyen, ott legyen a fénybe, hát ő ezt szereti csinálni. Nem tudom, hogy tudna-e egyébként gyarmán szalagon dolgozni, szerintem nem. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Győzikét és a testvéri Zsoltit. Hárja a rendőrségben a Köszönöm szépen, hát akkor kezdek a magasban, és szóljon öcsének adóan, és Szandinak mehet. Figyelem! Gyerünk, a kezdek a magasban! Tapsal indítunk, gyertek középre! Ez az! És a dal csak nektek szól, figyelj! 3, 2, 1, és tapsi hat! Kezdek a magasban, és akkor taps, figyelj! Most csúnyan fogalmazok, szerintem olyan volt, mintha maga, mit tudom én, Rihanna, vagy Beyoncé, vagy maga Ricky Martin jött volna el erre az esküvőre, úgy szerettek engem. Komoly volt, Győző, Istenemre mondom. Jó volt? Ez egy élmény volt. Istenemre mondom, olyan, mintha... Tudod, mit mondok neked? Ez olyan, mintha csak álmodtam volna. De most ez tényleg nekem... Mare nagyobb sztár voltam, mint én, Mare. Ez nekem olyan volt, mintha az egész csak bevillant volna. Hát még ilyen helyen én nem voltam. Győző. Mare, olyan, mint te volt a legnagyobb sztár, mindenki veled akart... Mare, engem nagyon szeretnek itt, Mare. Hallod? Csinálok neked szólólemezt, az anyámot. Itt nagyon kamaznak itt engem te. Sztár vagy, Marekanna, gyerünk! Ijaj! Sok van vasalni? Hát van. Akad. Azt hittem, hogy azt kérdezed, miért nem Szilvi vasal. De tényleg, Szilvi, mi az anyjam a vasalnak elnézést? Miért késik ennyi? Mert egy asszisztensnek nem, hogy késnie kéne. Asszisztens. 2 perc előtt itt kéne lenni, mert én elmegyek tárgyalásra. Orvoshoz ment, úgyhogy késik. És ez kinek jelezt, hogy orvoshoz nekem. Ment? Okay. Nekem még nem jelezte. Hát már én vagyok a főnöke, valószínűleg. Mi az, hogy te vagy a főnök? Akkor nekem is tudni kéne, mivel hogy asszisztens lesz, hogy időben. Ne húzogasd a nyakadot, ja anyom, ne húzogasd a nyakadot. Na, nekem ebből elegem van. Mi bő van? Abból van eleget, hogy fehítjük? Nem, én elbeszélgetek Szilvivel, hogy ő ezt hogy gondolja. Mi az, hogy ő ezt hogy gondolja? Hát igen, hogy ő ezt hogy gondolja. Mert akkor keresek másik takarítót. Ha most ő asszisztensi állásban lesz, akkor én keresek másik. Még ki lesz a takarítód? Ott a 2 kezed, azt mással kitakarítasz. Egyébként. Én akarok lenni az asszisztens, ennyi. Jó, inkább akkor felkötném magam, ha veled kéne dolgoznom. Felkötném magamot. Hát ez nekem megalázó, hogy a takarítónőt viszi, mint asszisztens, én meg otthon takarítok. Hogy ilyen szinten felcserélni a szerepeket, tehát ez csak a mesében van meg nálunk. Te hol voltál, Csáin? Cső, te hol voltál? Úgy van. Ez hogy volt dolgod? Elmentem a szomszédbe intézni egy ügyet. Igen, te mindig... Ha nem orvosnál voltál? Orvosnál volt, azt mondtam. Sok eljöttem onnan, ja. Mert sokan voltak. Sokan voltak. Még késti? Ki vagy pihenve, ki vagy virulva? Ki vagyok virulva? Nem vagy fiatalra, dicsák. 5 óra meg nem állok, hánynál 5-től fel vagyok. Főzök, takarítok otthon is. Az majd a papucsomat úgy elforratta. Várja, lehet, hogy a papucsot se kell. Még? Mit szólna ahhoz, ha felhagyna ezzel az egésszel? Mivel hagyják fel? Az egésszel, a mosogatással, a rongyal, a takarítással. Mit szólna ahhoz, ha nem, hogyha új életét váltanak? Mare, azt akkor miből élek, mert ne idegesítsém a hülyeségeiddel. Titkarnő, asszisztens. Mi? Titkarnő, asszisztens. Jó van, ma nevetél, Csajé. Mare, te beteg vagy? Nem, lehet, hogy te, én évónak én beteg. Tényleg mi az asszisztens? Milyen asszisztens? Milyen mi... titkornő? Hát a produkcióban nekem lenni a... Te szerinted én odavaló vagyok? Ha miért ne lenni odavaló? Akkora pofája van neki, hogy egyszerűen a bele fogja magyarázni a megrendelőbe, a rendezőbe, bele tudja magyarázni az emberekbe azt, amit mások nem tudnak. Van egy olyan kisugárzás, és van egy olyan személyisége, ami másnak nincs. Én nem
nekem kell idegeskedni, és hogyha olyan valakivel találkozik, akivel nem kéne szilvikém, egy kicsit Schaller ide, veszek Schaller neki, oda. Veszek neki egy Lada csirkecomot, azt meg van véve, ennyi. Bocsi, én a csirke mellett szeretem. Na, ennyi. Egy Lada csirke mellé, csap bele egy kicsit. Egy Lada csirke mellé, meg én vagy én a csirkecombot nem várja, szeretem. Várj, még egy jó írem, vedd fel a cipődöt, megyünk Tarianba, szépségszalomba. Nem, mama, Bea. De most takarítam. Nem kell takarítani, mama, Bea csinál mindent, őtözi, mi magunknak ketten Tarianba. De várj, szólj a mól neki. Mondom, hogy megyünk Tarianba, csaj. Most sziasztok! Hello! Szilvit hoztam egy teljes átalakulásra. Jó, szemben akkor. Ki hozzá az ugyanak? Igen. Szia, Melissa, te leszel? Na figyelj ide, Barbie babát szeretnék belőle. Barbie babát szeretnék belőle alkotni. Igen. Foglalj helyet, Szilvi, légy szíves. Nem, majd. Valja akkor. Meg hozzá van nekem addig színskálát, jó? Neki ez új dolog volt, ő az volt hozzászokva, hogy nálunk fölmos, feltakarít, fölszívózik, letörölget. Ez neki egy új volt, de meg kell neki szokni. Ez most már napi feladat lesz, a szépítkezés. Szőke kéne olyan. Ez kéne, hol lehet ezt levenni? Vagy ez az ima túl sok? Ez jó, ez tökéletes. Hol vannak itt a színek? Ja, nézd meg, Melissa, ez szerintem... Nézd meg, figyelj, az arcodnak a formáját is kiadnál. Hát te azt nem akarod, hogy csúnyon beszéljek, vagy mondjam magam, mint hogy szoktam, akkor most ne adtam. Itt hagylak téged a francba. Szilvinek a bőre színe és a kleorsága lesz a trendi. Mindenki ilyen titkarnőt akar, mert attól lugyas titkarnők vannak, hogy mindenük ki van, meg szőke, meg melyük van. Hát ez egy dolog, de Szilvi egyéniség lesz. Na figyelj ide, Szilvie, rájöttem arra közben, hogy ki leszel. Ki? Nicki Minaj. Ki az? Nicki Minaj leszel. Most ez hozzad ki? Négy szeres a szempilla? Ki ez a Nicki? Nicki Minaj. Ki az? Már megismered. Tessék, ilyen szemöldököd leszel. Szemöldököm? Vagy nem szemöldök, az mi ez? Szempilla. Szempilla. Nicki Minaj leszel, csaj. Nicki Minaj, a botrányairól ismert amerikai rapper. Ore, ez vékony, kicsi, hogy van ez? Majd rakni, felrakja neked, maradja a ma. Olyan. Legyen neki Jónos. Jónos, olyan, mint a Nicki Minaj. És az én titkarnőm ugyanolyan. Van neki feneke, van neki... Az én titkarnőm Nicki Minaj. Ha tetszik valakinek, tetszik, ha valakinek nem, nem. Gáspár Győzőnek még ez is bejött. Na mi a bajod? Most ez így fog állni? Így fog állni, igen. Hát, mind a mesefilmekben, amikor az emberek kövé voltak, milyen nő volt az? Kígyók jöttek ki a hajóból. Ha fejezd ma be magadon. Mi ez? Mi az, hogy mi ez? Nicki Minaj vagy? Nicki Minaj az a... Ne nyújj ma hozzá, légy szíves, na! De én nem veszek ki kígyófejűjét! Milyen kígyófejű, csaj? Gyere majd kicsit arrébb, húzzuk ma arrébb, mert gyere majd a hátra, csaj, na! Nézd majd, ne nyújjál ma hozzá, egy kicsit túl ma bele neki, ennyit várja az ma! A Bea nem szokott ennyit hisztizni, mint te. Mi az, hogy csinál meg rendesen? Ez normálisan meg van csinálva. Ez 2014-es... Hogy van az angolul, hogy hány? Hair? 2014-es hair. Jó, hát nekem úgyis soha magyarul elmondjátok, nem kell 2014-es, vagy nem 13-as, vagy 14-es modell vagy. Mondom én. Ez eztől jó, így túl fele is még így följebb legyen neki. És akkor hagyd meg jó a hasonlót neki melegen a formát. Ez az, hogy följebb legyen neki nagyon. Ez az. Na most tiszta kudlik Juli vagy. Kudlik Juli. Tiszta kudlik Juli vagy, így. Ezt nyom még be odaján. Jó, nyomjuk be neki odaján. Mondom ennyi. Ba, így, zseniás. Lakkozzuk meg neki és meg vagyunk. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, kedves beasszony, Nicki Minaj. Na. Asszina. Várja, van is ott a szemben. De ennek is a művekkel, mondom én neked. Nicki Minaj, személyesen. Gyere ide a félre, csajért. Jaj, de nem jó az a hajcsajért. Ide gyere a félre, így. Keresd meg a vasalót, azt levasalót. Mik van bel? A belír az jobb, mint volt benne. Az jó. Tényleg? Ás, köszön. Nekem meg nem tetszik, meg pedig jó. Ettől vagyok nagyon jó. Ettől vagyok én nagyon jó, mert tudom azt, hogy én vagyok a legjobb. És Szilvinek is ezt a habisztist kell tudni, hogy igen, én vagyok a legjobb. És ő lesz a legjobb. Le fognak borulni így előtte. Na, az a lényeg, csaj, hogy bemutatkozol, odaadod a népkartját, megmondod, hogy Gáspár Győzőnek vagyok a személyi asszisztense. Ha bármilyen probléma van, akkor... Én nekem még körmös nem adta a pénzt, ehhez, hogy néz ki a körmöm. Na? Személyi asszisztens. Ha hova neked körmös repész? De nézzétek, ahogy nézek ki! Jó, mondja Zsolti! Ide, mentünk oda! Körmös, hogy te nem mentél? Ha már körmös nem volt ott! Na, lehet, hogy ma a kutyám a lebbő. Fáradt vagy, mi? Egy csicska. Na, akkor különben meg?
csináljad. Farhat vagy mi? Különben megcsináljad. Van olyan dolog, hogy tudod, hogy milyen dolog van? Milyen? Kes, az a neve. Kes, jó mondja, mind a két menyecske kihízott itt alunk. Mind a két menyecskének takarítónője van. Tanuljatok meg te is, mert zsigongós takarítani, meg vahány, meg főzni. Ha igaza van anyámnak, Szilvivó tettek minden. Ez az afro nem lett volna, mai napig a retekén nem ünke. De most ma nincsen, de most ma a Szilvi nincsen. Eddig a retekén nem ünket, hogyha ő nem lett volna. Ezután, ha ő nem lesz, a retek fog. Nem baj, az megtanulsz te is, de ma ne, a Szilvi legyen, nincsen. Nem fog megenni a retek. Én meglátom egy-két alkalommal, mit csinál, hagyom ott a francba. De ma a Szilvi, osz te nem még oda. Osz ma, ennek esetek meg kell balondítani. Na, ennyi. Akkor máj szakadsz ház felé, itt vasalsz, úri nő leszél csajé, úri nő, diplomatáska, kosztüm, úri nő, népkárt is bemutatkozol, csak legyen tartalmas, hogy össze vagy görnyedve. Ja, fogja a derekát. Ha, fogja a derekát. Mert elviszlek tornászni. Hello, nézzetek ide. Jó, ez nagyon magas ez a cím. Dicsa. Értelek, Szilvi. Aztán. Ma is látok. De csak tedd magad, ha a táska, gyere Szilvi vissza, gyere vissza onnan még egyszer. Érkezz, vedd le a zakót, érkezzél meg a táskával. Most én vagyok egy üzleti partner, légy szíves. Az anya, minden is úgy is tett, várja. Érkezzél. Gyere, gyere, hogy velem csak kisebb. Jó, dicsek szemüzsét. Ne, ez elhagyja az uram. Ez nem lesz sokáig az uralom. Na, ide figyelj, egyesekkel engem te ne téveszi össze, mert megfogom ezt, azt fejbevoglom. Na, te elhagyod az uratot. Én nem adok neked sokat, egy fél év, azt elhagyod az uratot. Ez a Gáspároknál szokás, tudod? Igen. Na. Ez már most tényleg túlő minden határon. Hát miről beszélünk? Most a titkárnőnek az a dolga, hogy kellese magad a ügyfeleknek? Vagy most titkárnőnek akar, vagy egy ribinek? Dönts el! Gyere, Marisza, te vigyam még, karakszó! A benyomás, jól! A benyomás, az a baj, hogy bejön! Kinyitom a szalammal! Na, az a baj, hogy nem kéne megszólalnod, mert a benyomás jó, az egyiptomi benyomásod van. Na, és akkor gondolod, hogy igen, ez és ez, és a Gáspár Dűző úr ügyében ezt és ezt tudom tenni, esetleg mire kíváncsi, adja meg a telefonszámát, és a Gáspár úr visszafogja magát. Jó, ezt el is mondanám! De ma a férjed nem úgy beszél, ahogy kell. Ha hogy beszéltem? De most ne haragudjam, ha fogyatékosnak vagy a titkanőnek. A titkanőnek nem kell fogyatékos. Mi vagyok én? Na, mi vagyok én? Mi a tasszony? Ugye, hogy nem jól beszélti, akkor nekem van igaz? Én fogyatékosnak nevezti, no hagylak itt benneteket, fogd meg ezt a kutatot. Hát, hogy milyen fogyatékos a titkanő? Mi vagyok én? Hát egy eredeti fogyatékos. Na jó van, akkor majd a tudtok visszakapja, mondd meg neki. Ok. Holnap hát cserélje ki a zakót. Most csak holnap nem jössz takarítani. Dehogy nem jövök takarítani, vagy mi van? Most tényleg nem kell takarítanom, vagy mi van? Én nem tudom, én nagyon varnalak, de szerintem a férjem el fog téged holnap vinni. Most nem mondod? Hát, van egy ilyen. Hát még holnap dekorolunk, nem? Hát én nem tudom. Na jó, na, majd kiderül. Szia, Szilvi! Cső! Szia, Bazsi! Gyere, ne kapokjál, gyere! Mi az, hogy izé vagy? Hát irigy vagy, minden bajod van. Egyet hajtasz, irigy vagy. Na, és? Mit javaltok ma? Mit kell az a jó asszonynál? Mit éfőzz neked? Mi bajotok van ma? Ti mindig javaltok. Ezt mondom neki. Na, mit akartam? Szilvi, kucolja te jobbróbarra, mert Szilvire szemtik. Mire kell a Szilvire? Szilvinek idajgérő szempillája van. Na, Szilvinek haja van festve. Szilvinek kosztümöt nekem nem vesz. Engem nem Na mit akarsz a Szilvűből kihozni? Mi bajotok van? Hát te irigy vagy, te ütve vagy, most mi bajotok van? De ez így ahogy van, nem jó, kész. Hát akkor az a baj, tudod mi a baj az én feleségemnek? Az a baj az én feleségemnek, hogy 20 év után először vasalnia kell, mert takarítania. Először? De már még az anyjának sem. Hát ki vasalt neki? Mikor felkerültél Pestre? Én. Ilyen hosszú ajánló, te olyan voltam, mint a Roma Indióban, a gyerek, bajúszod volt. Tudod mi a baj győzni? Hát cirkesi úgy jól van neki, nézd a nadolgok ki akar ugrani. Nézd meg! Jézus, mi a bajod? Mi a bajod, hogy a kettőtöket összecsomagolnám? Na, az kéne még. Na, engem mit akarsz fel? No, végre sógor, egy húron vagyunk. Na, az. Ez. Úgyhogy ezt a gyereket, té, ezzel még baj van, én úgy látom, ebben baj van. Ezzel, nem is kicsit. Na. Ez ma tudod mi volt? Nem, ma hiányzott neked. Nem, ez ma tudod hiányzott. Mi volt? Ezzel újra lehetett volna éreszteni. Bevennek oda a falba, engem te nem érdekelsz, akkor mint testvérem vagy én ott oda bevennek. Engem te nem érdekelsz, de hát, hogy mi az, hogy megütsz engemet? Jó, van nyugodjon, mi az, hogy megütsz engemet? Azt szeretném, hogy Győzi ember számba vegyen engemet is, és tudja meg azt, hogy
Nekem is eljön a kezem, ha nem jó viselkedik. Milyen napot ünnepünk ez? London, Románia. Ülj oda, jár! Amerika. Románia, ez milyen zászló? Ez egy? Jugoszláv. Jugoszláv. Ha nem? Régi jugoszláv zászló. Rémálom. Ha minek van benne ennyi csillagot? Ennyi tagállama van Amerikának. Ennyi tagállama van. Na nyőző, most ez izit, mit ünneplünk? Helogint. Helogint. Igen. Az nem rossz. Na azért hittalak az, hogy elmegyünk, nézzük valahol tököt. Milyen tököt? Hát tököt, halogyira, mit szoktak az emberek út venni? Tököt. Lehet, hogy én nem sütőtökkel. Hát tök marad, az állatoknak kell marad tök. Fordulj meg, ott volt tök annál gárcsinálni, fordulj meg, Moren. Mi máma megint kikészítesz, te nem hallgatom, mondom, Zsoltika, fordulja meg, veszünk, akkor tököt. Ott volt. Jó, van, mindjárt megfordul, ne idegeskedj, már megint belbe vandlak, meglátok. Na. Még egyszer rám emeled a kezedet, én kidoblak a kocsiból engem, te ne idegesítsél fel. Na, lassan menj, azt nézzük meg, kiné van szép. Te mindig ideges vagy. Neked vannak jó napjaid? Hát vannak, hála Istennek vannak. Vannak, nem veszem észre. Akkor, hogy téged nem látlak. Nem veszem észre, hogy lennének jó napjaid. De mennyi a gyakit a tököket? Nagyon szépek, nagyon kéne nekünk. Az se rossz, jó, de jó. Nagyon jó, sok, hogy mindig vannak. De jó. Állj meg ott akkor a gárdzsina. Jó. Ezeket normálisan viselkedj a gárdzsia, mert nem ott ezt ízítja. Jó, szépen legyünk ma. De ne írj hozzám, Zsolti, irítasz. Tudod, mit jelent az, hogy irítasz? Irítasz. Szépen legyünk ma, maradj. Csókolom! Jó napot! Jó napot! Hogy adják a tököt? A tököt darabra adom. Igen? Ez 1500 forint. Mennyi? 1500, ez annyi, igen. 1500? Az mennyibe kerül? Az olyan 5-600. Gyere nézzük meg, győzzük meg. 5-600, 400. 1500 forint egy tök? Mi nem soha drága? Azért majd ki a csirke mellett lehet venni. De vitamin. Vitamin, ezt kell ha. Ki a csirke mellett venni. Aha, győzzel, nagyon jó. Hát igen, ez benne van a vérünk, vagy alkudozni kell. Ez muszáj. Ez törvényes. Jöjjön ma, drága, segítsen ma nekik, ne menjen el, mert én nem értek ezt. Figyeljél ma ide. Na most akkor ezeket lehet halogyra használni? Lehet sütni sütőbe, meg lehet faragni. Azt mondjam, ami nekem vitatkozok evel a jó testvérem mellé. Ugye ezt az ünnepet nem nagyon szoktuk mink ünnepelni, mint magyarok. Ezt de. A Halloween. Jaj, de veszik a tököt arra, nagyon ilyenkor. Meg van véve csókolom az egész. Jó? Na, megveszünk. Gyere onnan győzni. 400-é, akkor 400 forintét. 600-at darabja! 600-at darabja! Vidd vissza a gárcsinát! A talicskát mennyi adja? Semennyi! Tedd meg a győző, 6500-et elviszem ezt is a talicskát! Zsolti, nem veszem! Ide adjam a talicskát, nem adja ide! Nem a talicskát, nem adom Zsoltikam, ne idegesítsd! Hát adjam már a talicskát nekem! Csak pénzt adjatok van, ne adjam! Na, hát a gárcsinak a pisztos jó van! Jó van, na, jöjjön akkor! Adja ide ezt a talicskát! Zsakkunk is egyet! Adjál a talicskát! Nem adhatom, abban orzom ki a kunkit, nem érted, még amott lakok bent. Na, szia, édesapa! Édesapa! Édesapa, szia! Hopp! Ott van a kisten édesapa! Így tölted el a tököcsét! Jó, ma győző, ne haragudjam most! Neked édesapa van! Édesapa, aztán mindegy! Így tölted el a tököt, mi ez is bolond, neked nem jobb a farra jöttél ki! Ő állandóan mindenhova néz, mindenkinek köszön, kiabál, mindenkivel beszélget. Ő nem azzal foglalkozott, hogy bevigyük a tököt, azzal, hogy őt kinézi az utcába. Mia, meg tudod fenyőtni? Itt van, oda járnom, vidd ki! Nem szabad megsütni, az ehetetlen! Mi ehetetlen? Bió kehé! Bió! Zsolti, ne utalkodjam a tommát, kinnem a bajzétet! Ne hülyé már, hogy tedd oda be! Tedd oda be! Semmi baj nincs elég! Fúj, de undorító vagy! Vigyed a farmra, nem kell! De mi ez a sok? De mi ez a sok? Már beteg lesz, hogy de mi ez a sok?
Nem tudná nekem a sét sismani be. Add ma ide. Várjatok ma, mi ez? Ehetetlen egy. Halloween party lesz. Halloween party! Ha! Kinek, neked meg Zsoltina? Hát, Zsoltina! Hát, mondom, olyan, mint egy malac, minden megeszik. Én szerintem jó lesz ez, csak még nem tudjuk a folyamatot. Azt se tudjuk, hogy ki kivel van. Csak én azt nem tudom, hogy miért nem lehet a földön ülve csinálni a tököt. Mi kell ez aztán? Gyere hozzá! Gyere hozzá! Pica néni dattam! Pica néni! Tiszteletek az asztalra! Miért van kezd? Most nem semmi baj ennek asztalnak, tedd le az asztalnak. Ennek is mi baj van, stabil. Csak bajtó törni varamatom, semmi baj. Na, abban ne jön. Na, semmi baj, ez csak szerint. Gyerekek. Na, gyerekek, nem kell ne jön, mert össze vagyunk. Tegyük fel. Örvi, a talicska attól be ide. Aha, nem kell. Betesszük be, ha szabba megy bele a maga. De tényleg, tolj be! Nem mondtam hülyeséget. Tolj be a talicskát ide, tolj be! Nem baj az, de lassan tolj be! Lassan tolj be! Tolj be! Az, ami a tragya, abba volt a talicska, mi ne jön be! Apóka, mi a talicska, bírós talicska! Bírós talicska, jaj, mondom, minek találtam én ki valamit. Szívében nem takarít, asszisztens! Hát én nem fogok utalatot takarítani! Talicska! Gyedd oda elörni, úgy mi? Ez bio talicska, tiszta az tényleg bio. Várjam, a virag, azt nem száz dísz, azt nem lehet kifaragni, a dísztől. Azt nem lehet kifaragni. Nem már győző! Apa! Mi, hát ne legyek olyan! És mi bajotok van? Ebben meg kell rajzolni a szemét! Szajat! Akkor ne csinálj győző! Én gyerekek, mamma, kórházba! Mi vennék kórházba? A gyerekeknek kell... Én az ideg osztályon kötök ki. Most ne haragudjatok, Mati, rosszabbak kötök, mint a gyerekek. Bea! Tudsz jönni egy csipet nyit? Gyere már bejön! Úristen! Szórakozzam ma! Nem, 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 az őző! Ne szórakozzam ma! Szerinted ezt húz a batyamra egy? Hagyd nézzem be! Na! Na! Na így, annyira vicces! Várj, a győző! Annyira vicces! Mindjárt így, én mutatom, mindjárt így! De látsam, tud, akkor ma délben van. Na, figyeltek majd, de! Törd el! Törd el! Bejön! Mi a mindent? Minden oké, csak egy nem, hogy így fölfel megy. Győző általába haragszik, tehát nem nevet. Mindig haragszik? A szemüveget visszaadjunk neki, mert utána már lever minket, hogy nem jó a szemüveg, eltört. Amikor hozzá a nyugma, minden bajom van. És akkor rátesz egy tökre. Hát az én szemüvegem nehogy ma tökre tegyem arra. Na, mit szólsz, ami győző csinál, Bea? Kicsit bandja, ami? A család. Hát az orra, az ami. Ez olyan, mint a kis gépci gyerek. Olyan. Bislant. Mert nem mit szeretek? Rossz, rossz képe. Igen. Csak így van, hogy van a haja, vagy nem tudom. Bea, neki van egy meglepő buli. Gyerek. Na így. Akinek a kés van, virág, ide kell majd tenni. Most ebből szépségverseny lesz? Igen, pontosszuk majd. Az a jó buli. Az enyémről annyit tudok mondani, hogy ez egy macska. Egyben Frankenstein. Nagyon jó, komoly. Oké. Ez ne a mi apja. Jó van ma, dob ki mindent, ugye? Jó van ma. Mondom, hogy ne azt dob ma, mondom. Mindent kidobom ma, más m***egem van. Hát te beja, minden repülsz itt. Szét repül most ma, kezd el. Hát te beja, megy, ráteszed a bőnyöt. Elég. Hát te ne bolondulsz, törölt ma halé. Elég. Na mi a ma? Húzzatok itt vele, mindenki. Olyan szinten jöttem idegbe, hogy nagyon, és akkor azt mondtam, hogy na, most van itt az elég. Be, az még szomszédre hasonlít-e? Ez oda hasonlít-e, elég. Kurva, húzz ki a talicskát, vége! Vége van! Bezártam az armon! Bezártam az armon, így ahogy mondom! Viszhal! Menj az elég! Én feleségem nem tudom, hogy van arra, hogy a győzre. Tehát ma mindennek a hatalra. Itt jön majd, na gyere, akkor téged nem tegedlek. Öltöz fél kell, haladunk el együtt. Yeah.
a Fidesz! Na mi a helyzet, Sanyi? Nagyon jó, azt lehet, hogy találkozni az utcáért. Mi? Menni is le ma izébe. Uniós papírok. Hát azt hittem, hogy Győző már jobban veszi ott a lapot, mert amikor elkezdtem ijeszgetni, hogy a múmia, de ő nem vette a lapot. Nem tudom, mi volt vele. Szerintem nagyon messzire gurult neki el a gyógyszere, és nem találta meg. Bea, jössék ezt egyet? Jó. Riszáljuk, kódítjuk is. Csináljuk meg. De testület is be kellett volna. Gyere, Marta, csináljuk. Fölök, idén. Nem, Marta, hogy asszony vagy? Nem, hát izé vagyok, este még ijeszgetni, így. Neki köszönhető, hogy fura volt a hangulat, jobban fel kellett volna, mint házigazdának. Jobban kellett volna neki a viccet venni. Ő nagyon beadt ezt a farcot. No. De Győzike! Kis ma magadnak lesz kényszerlek a... Győzze! Hát tisztem, mi így csinálsz magad, bú? Hát de mert Halloween van. Hello, csinálj! A raklók ugyanezt csinálok, kint szabadgolnak a raklókat. Na, valamelyik kizé ide. Őtözve. Vegyél ma magadra valami győző. Ja. Már összeöregedtek két vadon. Hát veled nem lett viccelődni. De az a jelmezet is hol van? Én már nem is tudom. Mi a jelmezet? Az a jelmezet hol van? Ez most nincs kőcsön. Veled viccelődni se lehet én. Kápa, találtam neked ruhát. Hableány, Marika néni. Hableány, belőle Győzike hableány. Na az jó, Győző, bújom. Vedd be a fel! Jaj, be a négyegesítse. Még tavaly nem. Vedd már fel! Tavaly még felvetted. Tavaly még rám is. Győző, nagyon morcos vagy. Zsoltikára is nagyon szép. Ehem, milyen szép vagy. Jaj, Tavaly már fel, ha fel. Lájtom, hogy a gyerek kicsit. Jaj, a négy. Na, vedd már fel. Székedve még. Micsit a szép arca neki. Marika néni a szép arca még. Milyen dicsek szavi sukari. Légy szíves. Legyél van Marika. Legyél van Marika. Na, hagyjon, ne könyörögjátok, jó? Hangulatom se volt hozzá az egészhez, megcsináltam, hogy a gyerekek mosolyogjanak. Nem tudom, most valami probléma van velem. Heveni, szia, kicsi! Az igen, a fajban! Amikor megláttam Győzőt, én azt hittem, hogy a Rákóczi téren vagyunk még ezelőtt 20 évvel. Hát úgy nézett ki teljesen, mint egy szétszedett rossz. Jaj, ne fáradtad, nagyon fáradt egy alatt, hogy... Én nem fotó? Zsolti nem gyere, fotó? Gyere, Zsolti nem fotó? De, gyere! És középre jött. Gyere, mondja, gyere ma, bajjára! Fotók, hogy belőle fel. Engel is, hát te! Te mindent elrontasz. Na, mindenki ennyi háza, vége a bulinak, ennyi volt. Viszont látassak. Jöjjösek, gyere, fotózzanak minket. Fotózzanak minket, gyere, nyitom. Zsolti, hát te is szedd össze, hogy még maradnak. Fotó. Na, fotó. Gyere, Virgyike, ez az. Na. Mi van a fotós, mindenki mehet maga annak haza? Na, most te jó vagy. Na. Ááá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 á